Az ingatlanok 60-70%-át hitelből vásárolják meg, az új tulajdonosoknak viszont nem árt, ha tisztában vannak azzal, milyen egy jogi szempontból biztonságos adásvétel. Erről beszél Veres Norbert ügyvéd, lássuk. Maga a menetrend az nagy általánosságban véve úgy néz ki, hogy ennek is van egy bevett sablonos módozata. Ugye a felek onnantól kezdve, hogy kinézik az adott ingatlant, egészen eljutva odáig, hogy a vásárló nevére átírásra kerül, illetve a tulajdonjog bejegyzésre kerül, hogy számos a jogbiztonság szempontjából fontos lépést kell megtenniük. Az első mindenek előtt az, hogy az érintett fél eldöntse azt, hogy mennyit szándékozik fizetni azért az ingatlanért, és azt milyen ütemezésben próbálja meg eszközölni. A jelenlegi trendek, ha fogalmazhatunk így, általában afelé mutatnak, hogy külső segítséggel, finanszírozással történik meg az ingatlanoknak a mondhatni döntő többségének a megvásárlása, ez 60-70% jelenleg a piacon. Lépések, mire kell gondolni? Megnézzük az ingatlant, megtekintjük az ingatlant. Külső-belső jellegzetessége, ha ez megvan és megállapodtunk az eladóval, akkor fölkeresünk általában egy ügyvédet, de közjegyző segítségét is igénybe lehet venni. Amikor ez a pillanat elérkezik, az eljáró ügyvéd elkészíti a szerződést, megfelelő biztonsági tartalmat természetesen belevezetve, fölvilágosítja a feleket a kötelezettségeikről, és ezt követően az iratok benyújtásra kerülnek az ingatlan fekvése szerinti földhivatal részére, és lényegében onnantól már, ha minden jól működik, akkor megy a maga útján ez a folyamat. A kollégáim jelentős része a forgalmi érték 1%-a fejében, az erre vonatkozó összeg 1%-a fejében készíti el az adásvételt, és bonyolítja le az ezzel kapcsolatos eljárást. Vannak olyan ügyvédi körök, akik ezt 0,5%-ban realizálják, és vannak olyanok is nyilván, akik ezt lényegesen mérsékelve vagy menve próbálják ezt anyagilag megközelíteni és meg is valósítani. Azt viszont tudni kell nyilvánvaló, hogy az adásvételi szerződés költségein kívül azért vannak egyéb járulékos költségek is. Tehát például a vagyonszerzés illeték megfizetése. Ezt kevesen tudják, hogy ez jelenleg 1 milliárd forint értékhatárig terjedően 4%, tehát a forgalmi érték 4%-os, ez a fölötti résznek a 2%-a. Illetőleg a földhivatali eljárásnak is van egy díja, ez ingatlanonként általában 6600 forint, plusz van még az úgynevezett energetikai tanúsítvány, ez az ingatlannak a jogügylet tárgyát képező ingatlannak az energetikai paramétereit határozza meg. Ez általában 30-40 ezer forint szokott lenni. Magának a vásárlónak az ingatlan vásárlás kapcsán nagyon lényeges arról meggyőződnie, hogy az ingatlan abban az esetben, hogyha finanszírozási forrás igénybevételével lesz megvéve, akkor az ehhez közreműködést nyújtó bank milyen feltételeket támaszt. Különféle pénzintézetek, különféle kívánalmakat fogalmaznak meg az adásvétellel kapcsolatosan. Nem árt, sőt kifejezetten hasznos, hogyha az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egyeztetnek egy példány megküldésével, egyeztetnek az adott pénzintézettel, hogy ő ezt elfogadja. Illetőleg nagyon lényeges a friss tulajdonlap beszerzése, hiszen azt tanúsítja az ingatlan aktuális állapotát. Magának az energetikai tanúsítványnak az elkészítése általában az eladó feladatkörébe esik, ezt ő szokta finanszírozni, és azt gondolom, hogy ezen kívül egyéb kötelezettség vagy vonatkozó feladat nincsen, ami ebben a körben fontos lehet. Az otthonteremtési támogatás formáiról, az új csokról az elmúlt adásainkban már beszélgettünk, az ezzel kapcsolatos szabályokat hamarosan rendeletek határozzák meg, viszont számos olyan lakáshitel van a pénzpiacon, amely akár a támogatások nélkül is igényelhető. Juhász Béla független hitelezési tanácsadó a vendégem, jó estét kívánok! Néhány gyakorlati és praktikus példát, illetve tanácsot hallhattunk az imént az adásvételre vonatkozóan. Nyilván adásvételről már akkor van szó, hogyha megfelelő pénzügyi tranzakció létrejött, és az elmúlt időszakban nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy milyen támogatott lakáshitelek vannak kinn a pénzintézeteknél, a bankoknál, de vannak piaci hitelek és más konstrukciók is. Egyébként melyek iránt érdeklődnek leginkább? Én azt gondolom, hogy mind az ügyfelek és mind a bankok szempontjából egy kiemelt prioritású hiteltermék a piaci lakáshitel. Elsősorban vásárlásra és ugyanúgy, mint felújításra, bővítésre felhasználják abszolút azonos kamattal.
A piaci lakáshiteleknél ott ugye nincs semmiféle támogatás, nincs semmiféle olyan állami nyomás a bank kamatán, ami befolyásolja, vagy plusz követelményeket kérne meg a bankoktól, vagyis az ügyfelektől, amit nem lenne egyszerű teljesíteni. Én azt gondolom, hogy a piaci lakáshiteleknél az egyetlen és a legfontosabb kérdés az, hogy mennyi önerővel rendelkezik az ügyfél, milyen önerőt tud behozni, készpénzt esetleg, lakástakarékpénztárat, plusz fedezetet esetleg, bankbetétet, és hát ennek van még jó néhány formája. Igen. Ne is szaladjunk előre ennyire, mert most rögtön az a gondolat fordult meg a fejemben, hogy ha azt hallják, hogy piaci hitel, akkor arra gondolhatnak, hogy drágább hitelek, mint mondjuk a támogatott, államilag támogatott hitelek. Igaz ez? Igen. Tehát mindenféleképpen drágább. Tehát ugye ez a célja a támogatott hitelnek, hogy a piaci hitelektől olcsóbban egy kiemelt, vagy egy általánosan államilag támogatott hitelt nyújtsanak a bankok. A piaci hitel az természetesen egy teljesen általános lakásvásárlási hitel. Aki nyilván élhet az államilag támogatott hitelekkel, az azt fogja igényelni ebből adódóan, mert az az olcsóbb, aki nem teheti meg, az a piaci hitelek felé fordulhat, de a piaci hitelek sem annyival drágábbak már most a forint alapú hitelek, mint annak idején a devizahitelek voltak. Igen, ez a mostani alacsony egybanki alapkamat ugye eredményezi azt, hogy a bankok tudnak egy olyan akár kamattámogatott hitellel is versenyképes piaci hitelkonstrukciót a piacra dobni, ami nem plusz, nem nyújt akkora terhet az ügyfeleknek, azoknak az ügyfeleknek, akik nem tudnak, vagy éppen nem áll módukban, vagy nem akarnak támogatott hitellel lakást vásárolni. Illetve ki tudják kalkulálni a legalacsonyabb törlesztő részletet és a legmegfelelőbb kamatlábat, illetve fix kamatozás, és hát van itt annyiféle variáció, hogyha megnézzünk egy fogalmat, és ez nagyon fontos, fix törlesztés és fix kamat. Mit jelent az egyik, mit jelent a másik? Kezdeném a fix törlesztéssel. A fix törlesztés, mint ahogy önmagában a kifejezésben is benne van, a törlesztő részlet fix. És ezt nagyon sokan összekeverik a fix kamatozású hitellel, vagy jobban inkább nem is figyelnek oda. Csak azt látják, hogy fix, és onnantól kezdve mindenki nyugodtan ül a fenekén, és azt hiszi, hogy az egész futamidő alatt ugyanazt a törlesztő részletet fogja fizetni. Akár 20 évig, vagy akár 15 évig, vagy 25 évig, vagy már akár tényleg a végtelenségig is van rá lehetőség. A fix törlesztésű hitel az azt jelenti, hogy maga a törlesztő részlet fix, de tegyük fel, hogy egy 5 éves fix törlesztésű hitelnél, ha az 5 éven belül mégis lenne többlet fizetési kötelezettsége az ügyfélnek, azt a többlet fizetési kötelezettséget azt vagy tőkésíti a bank az 5 év lejárta után, és majd újra számolja a törlesztést, vagy ha nem tőkésíti, akkor egy összegben kéri megfizetni azt a fizetési többletet, keletkezett fizetési többletet, ami az elmúlt 5 év alatt keletkezik. Összejön, így van. A fix kamat mit jelent ezzel szemben? Tehát mikor választható fix kamatozású lakáshitel, és az mennyi időre szól? A fix kamatozású lakáshitel az pedig arról szól, hogy sokkal nagyobb biztonságot nyújt az ügyfelek számára, mert ott a kamat az teljesen fix, a futamidő első törlesztésétől kezdve, teljes futamidő utolsó törlesztéséig. Az azt jelenti, hogy nincs lehetőség arra, mivel ugye most már a bankok szinte 100%-a eltörölte azt, hogy kezelési költséget számoljon fel. Tehát az ügyfeleknek, amit meg kell fizetni, és ami nagyon-nagyon befolyásolja a havi törlesztő részletüket, az a kamattörlesztés. És mivel ez a kamattörlesztés a teljes futamidő alatt fix, így nincs olyasmiféle kockázat, ami a régi változó kamatozású, vagy esetleg a fix törlesztésű hiteleknél adódik. Egy nagyon fontos dologra térjünk ki, mert rövid az időnk. Visszafogta a hitelezést eddig az, hogy önerőt kell felmutatni. Most már ugye mindenféle szabályok rögzítik azt, hogy hány százaléka felvett hitelnek, hány százaléka lehet az önerő, de ha nem rendelkezik önerővel, lakástakaréka, készpénzzel, stb., akkor nem vehet föl hitelt. Ez a gondolat él mindenki fejében, holott a bank saját értékbecslést végez, és ezt az értékbecslést vonja be tulajdonképpen a jelzálog hitelbe hogyan? Gyakorlatilag minden banknak az a fő szempont, hogy a saját ingatlan szakértője milyen értéket határoz meg a szakvélemény elkészítése során. Az adásvételi szerződésben kialakulott vételár, az teljesen független az ingatlan
tehát a hitelbírálat során. Legtöbbször nem is készül adásvételi szerződés egészen addig, amíg az értékbecslő vagy a szakértő, a bank értékbecslője nem volt kint megnézni az ingatlant, felmérni piaci alakulásnak megfelelően elkészíteni a szakvéleményt, és minden esetben, mivel a bank a saját szakvéleményét veszi figyelembe, és ugye az elmúlt hónapok vagy elmúlt évek alacsony piaci árait figyelembe véve, nagyon sokszor előfordul az, hogy a bank többre becsüli azt az ingatlant, mint amennyi a kialkulott vételár. Emiatt az önerő kérdése az teljesen eltolódik, tehát sokkal kevesebb önerővel is lehet házat venni, mint ami a jogszabályokba le volt fektetve, vagy mint ami a banki utasításokba elő volt írva. Úgy gondolom, ezt a végtelenségig folytathatnánk ezt a beszélgetést, mert rengeteg kérdés merül még föl, és hát mindenkinek egyénileg kell megnézni azt, hogy melyik konstrukció a legmegfelelőbb számára. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.